A Magyar Állatorvosi Kamara az első olyan testvéri intézmény, amellyel együttműködési szerződés írtak alá, mondta a Szerbiai Gazdasági Kamara elnöke. Pontosította, hogy most az 5 évvel ezelőtti alapszerződést bővítették ki. Veterinárska Kamara Magyarska bila nama u svakom smislu mentor. A Magyar Állatorvosi Kamara minden tekintetben a mentorunk volt, és segített betagosodni a Nemzetközi és az Európai Állatorvosi Szövetségbe. Általuk a Visegrádi Vet Plus csoportosulás tagjává válhattunk, ahol a magyaroknak vezető szerepük van. A megállapodás kiterjesztésével segítséget kapunk majd tőlük az Európai Unió és Szerbia állategészségügyre, állatjólétre és élelmiszerbiztonságra vonatkozó előcsatlakozási fejezeteinek összehangolásához. Tudomásul kell vennünk azt, hogy az állatbetegségek nem váltanak útlevelet. Ebből következőleg ugyanazok az állategészségügyi problémák, veszélyek állnak fönn Szerbiában is, mint Magyarországon. Ezzel szemben védekezni leginkább úgy lehet, hogyha hatékony, jó szakmai együttműködésünk van. Ezt mindenképpen szeretnénk tovább erősíteni. A régióban nem mondhatjuk, hogy különböző helyzet van a különböző országokban, itt regionális kérdések vannak, és ebben egymást erősítve közösen tudunk fellépni, és ennek megfelelően tudjuk segíteni Szerbia csatlakozását is, és az állategészségügyi élelmiszerbiztonsági kérdésekben is a felkészülést. A szerződéskötés után 2 szakmai továbbképzést tartottak a kisállatok betegségeiről. Ezt közösen szervezte meg az Északbácskai és a Bács-Kiskun megyei regionális állatorvosi kamara. Remélem, hogy ilyen továbbképzések az elkövetkező időben is lesznek, ami jó alkalom arra, hogy a két ország szakemberei kicseréljék egymás véleményét, megismerjék a másik gondolatmedetét, és ezzel azt várjuk, hogy elősegítsük a mindennapi munkánkat.